Nos, a ma reggeli meglepetésünk, vagy a mai meglepetésünk a Nemzeti Sport olvasóinak és az NSO nézőinek, hogy egy friss Grand Slam bronzérmessel fogjuk bemutatni a budapesti Grand Slamnek a buborék rendszerét. Bemutatom nektek Karakas Hédit, akit mindenki ismer már. Vele fogunk végighaladni a sportcsarnokon belül, és ő mutatja meg nekünk, hogy hogy kell felkészülni egy versenyzőnek a koronavírus járvány idején. Nos, a felfőtlenítés után megérkeztünk most a bemelegítő terembe, ami nekem is újdonság, hiszen újságírók nem igazán léphetnek be ide. Úgyhogy nagyon megköszönnék, ha most megmutatnák, hogy mi zajlik itt a versenyek előtt, mit csináltok a bemelegítő szőnyegen, hogy zajlik a jelentkeztetés, hogy figyelni kell ezen a kulisszán. Igazából ide csak a versenyzők jöhetnek be, az edzők és a gyúrók, az orvosok, és itt készülünk fel igazából az egész napra, minden egyes mérkőzés előtt. Itt van egy szőnyegfelület, ahol tudunk melegíteni, és folyamatosan táblán írják ki, hogy a hanyadik meccs a következő meccs, és akkor ez alapján hívnak be minket. Általában úgy szokott lenni, hogy egy 4 meccsel előtte hívnak be a következő mérkőzésre, és ugye akkor át kell esni egy ilyen judogi kontrollon, plusz egy hátszámla ellenőrzésen, megnézzük a ruhánkat, hogy szabályos-e, megfelelő méretű, és utána megyünk be a mérkőzésre. Van a tábla, ahol látjuk, hogy a negyedik mérkőzés a miénk, és látjuk, hogy a kettes számú szőnyegen a negyedik mérkőzés 63 kg-ban az összbe szofié. Pillanatnyilag ugye az összbe szofié érkezését várjuk, aki hamarosan szőnyegre fog lépni az első mérkőzését. Ilyenkor milyen érzések kavarognak az emberben, amikor várod a ruhakontrollodat, és ott vagy az első meccsettől? 3-4 percre. Igazából mindig az első mérkőzés a legnehezebb, ugye. Akkor még sokkal jobban, legalábbis én személy szerint sokkal jobban stresszelek az első mérkőzés előtt, és amikor az megvan, akkor egy kicsit úgy leesik a stressz, és az ember úgy valahogy jobban belejön. Ezt nem is tudom talán úgy mondanám, mint egy reggeli kávé, ami egy nagyon nehéz kávé, de túl esik rajta az ember, és utána már beindul a nap. Remélhetőleg beindul. Nagyon bízom benne, hogy neki is így lesz, és hogy nagyon sok érdemes meccsnek szurkolhatunk. Ilyenkor egyébként, amikor keresztül mentek ezeken a kontrollokon, azt elmondod majd, hogy mi történik, hogyha szokit látjuk. Neked volt-e már olyan, hogy megakadtál a mérkőzés előtt, hogy nem volt megfelelő a ruhád? Mi volt a probléma? Düsseldorfban pont a legutolsó versenyen, a járvány előtti legutolsó versenyen nem volt megfelelő hátulit a szoknya része a judoruhámnak, és ezért levették az első meccsre. Hát ugye mindent néznek, hogy hosszú legyen hátul, beférjen, van egy különleges eszköz rá, hogy az beférjen. Ezáltal, hogyha ugye ez nagyon, nagyon szűk és nem fér be, akkor sokkal nehezebb megfogni, és a másik ugye az ellenfélnek így az hátrány lesz. Érkezik a Szofi, úgyhogy átosítják rá. Ha befér, akkor az azt jelenti, hogy jó a ruhája, megnézik még a hány centiméter vastag a kabáthajtófeje is, nadrág elég hosszú-e. Az igazából azért van, ugye, hogyha minél szűkebb a ruha, annál nehezebb már. Nos, helyet foglaltunk a magyar versenyzők között, hiszen szurkolók nem lehetnek az eseményen, mert ez egy zárkapus rendezvény. Hédi, tegnap említetted, hogy mennyire hiányzott neked az, hogy teltházban legyen, és itt legyenek a szeretteid, barátaid, szurkolóid. Mit tesz hozzá? Csehországot képviselő, Renata Zakova! Hogy a magyar szurkolók azok akkora extrát fognak adni egy ilyen napon, hogy nagyon hiányzott éreztem. Igazából az első szőnyegre menetelemnél is, de leginkább akkor éreztem, amikor megnyertem az érmet, és úgy örültem volna, meg örültem is, de úgy voltam vele, hogy jaj, nincs senki, kinek örüljek, és olyan kicsi érzés volt, de tényleg nagyon nagy tisztartak az, hogy itt vannak, és akkora energiája van ilyenkor a csarnoknak, ami plusz erőt jelent az emberből. Itt ülnek mögöttünk a válogatott ifjú tagjai, ifjúság junior versenyző. Ha tehetnéd, akkor vagy mondhatnál nekik valamit, mit adnál át? Persze, hát én
mondtam is például az Andának, hogy, hogy milyen jó az, amikor az ember teher nélkül versenyezhet, nem felnőtt, hanem még, még fiatal tehetség, és tényleg nagyon sok ilyen fiatal volt most, aki megmérettette magát, és nagyon jól szerepeltek. És szerintem ez az egyik legjobb dolog, amikor úgy mész fel a szőnyegre, hogy, hogy csak nyerhetsz, veszik el. Na nézzük meg, hogy ott azt tudod, mit fog csinálni. A következő mérkőzés a kettes szőnyegen az ötben Szofi, úgyhogy most neki fogunk szurkolni. Gyerünk, Szofi! Kettes számú szőnyegen, női 63 kg első fordulóján lép szőnyegre, fehér csúdorruhában, Magyarország színeiben, Özbas Szofi, ellenfele képben, Csehországot képviselő, Renata Zahova.